Sziasztok, én Feri vagyok, és ez itt a Samsung Galaxy Note 5 bemutató videóm. A Note szériát még 2011-ben indította a Samsung, megalkotva ezzel a fablet kategóriát. Akkoriban újdonságnak számított az 5 szónál nagyobb kijelző és az androidos eszközöknél ritkaság számba menő érintőceruza. A Note megtalálta vásárlóközönségét, így ma már az 5. modellnél tartunk ebből a szériából. A Galaxy Note 5-öt még 2015. augusztusában jelentették be, de a korábbi modellekkel ellentétben sajnos Európába csak késéssel jutott el, és nálunk még a mai napig nem kapható hivatalosan. A Note 5 megalkotásakor a tavalyi S6-ot vették alapul, igazi prémium kialakítással van dolgunk, tökéletesen használták az üveg és a fém párost. A készülékhez unibody lett, tehát nem tudjuk levenni a hátlapot, ami ezúttal az előlappal egyetemben szintén Gorilla Glass 4 üvegből készült, és a szélei le vannak kerekítve, így nem vágja és tökéletesen a kezünkbe simul a telefon. A hátlap alatt egy 3000 mAh-s akkumulátort találnánk, valamint magán a hátlapon található a fő kamera, mellette egy LED-es villanót találunk, valamint egy pulzusmérőt, amely több funkcióval is fel van vértezve. A készülék prémium érzetét erősíti az alumíniumból készült fémkeret, a telefon alján találjuk az S Pen tartót, a beszédmikrofont, a hangszórót, amelyet elég könnyen el tudunk takarni a kezünkkel, az USB csatlakozót, valamint a jack bemenetet. Jobb oldal csak a bekapcsoló gombot találjuk, felül egy zajszűrő mikrofont, valamint a nanoszim tálcát kapjuk. Bal oldalt pedig a hangerőszabályzó gombok foglalnak helyet. Az előlapon természetesen a kijelzője a főszerep, felette szenzorokat, értesítési ledet, hangszórót, valamint az előlapi kamerát kapjuk. A kijelző alatt középen a home gombot találjuk, amely ujjnyomatérzékelővel rendelkezik, és szinte 100%-os a működése. Bal oldalra az alkalmazásváltó, jobbra pedig a vissza kapacitív gombok kerültek. Az előlapon található 5,7 szoros Super AMOLED panel 1440x2560 pixellel kápráztat el minket. Lehet, hogy élénk és túlszaturált a Super AMOLED, de egy élmény ezt a kijelzőt nézni. A feketék azok feketék, a betekintési szögekre egy rossz szavunk sem lehet, és a fényerő sem hagy minket cserben, még napsütésben sem. Tavaly ez volt az egyik legszebb mobilos kijelző, és még ma is top listás. A Note 5 előlapi kamerája 5 megapixeles, f1,9-es a rekeszértéke, és viszonylag nagy látószöggel rendelkezik, és akár Quad HD felbontású videókat is rögzíthetünk vele. De az igazi attrakció természetesen a hátoldali 16 megapixeles, szintén f1,9 rekeszértékkel rendelkező optikai képstabilizátorral ellátott kamera. Rengeteg beállítási lehetőséget kecsegtet a kamera szoftver, újdonság, hogy akár RAW formátumban is képesek vagyunk elmenteni az elkészült képeket, valamint Pro módban akár a záridőt is tudjuk változtatni, valamint az ISO-t és a fehér egyensúlyt is beállíthatjuk. Igazából az automata mód a legtöbb helyzetben tökéletes lesz. Az autofókusz gyors, az elkészült képeken is látszik, hogy a részletek szépek, alig van képzaj. Videót akár 4K-ban is rögzíthetünk, sőt, Full HD-ban elérhető a 60 FPS is. Összességében elmondható, hogy a tavalyi év egyik legjobb kamerás mobiljával van dolgunk. A Galaxy Note 5 2015 legjobb chipsetjét kapta, amely már az S6-ban is kitűnőre vizsgázott. Az Exynos 7420 8 magos processzort kapott, amelyből 4 darab Cortex A53-as mag 1,5 GHz-en, másik 4 darab Cortex A57-es mag pedig 2,1 GHz-en pörög. A grafikus gyorsításért nem más a felelős, mint egy Mali T760MP8. A Note 5 az S6-tal szemben 3 helyett 4 GB RAM-ot kapott. Egészen elképesztő, amit ez a hardware nyújtani képes. Soha, egy pillanatra sem láttam még megakadni. Az alkalmazások villámgyorsan megnyílnak, a készülék pedig nem kérdez, hanem teszi a dolgát. Az Android 6.0 egy Marshmallow frissítés, és a 4 GB RAM hatására a memória kezelés is tökéletes. Hihetetlen látni, hogy kilépek egy hardware igényű játékból, majd böngészés, youtubozás és pár alkalmazás megnyitása után onnan tudom folytatni a játékot, ahol abba hagytam. A Note 5-öt jelenleg semmilyen alkalmazás nem képes megakasztani. Mostanra elérhető lett a 6.0 egy Marshmallow frissítés, amelyen a Samsung saját TouchWiz felülete fut. A kezdőképernyő, hogyha hosszan lenyomjuk az ujjunkat, válthatunk hátteret, itt érhetjük el a widgeteket, akár képernyőrás méretét is tudunk váltani, valamint itt találjuk a témaáruházat. Rengeteg téma közül választhatunk, amelyek egyedibbé varázsolják a Note 5-öt. Megváltozik a háttér,
az ikonoknak a dizájnja, a tárcsázó, a billentyűzet és a beállításoknak a menüje is átalakul. Az alkalmazásoknál akár mappákat is létrehozhatunk, megkapjuk a Samsungtól az S-Health egészség alkalmazást, a továbbfejlesztett pulzusmérőnek köszönhetően most már akár vérszintelítettséget és stressz szintet is tudunk mérni. A több ablakos üzemmód egy egészen hasznos funkció, ezt úgy érjük el, hogy ha hosszan lenyomjuk az alkalmazásváltó gombot, akkor ugye kiválaszthatjuk, hogy felül melyik alkalmazás, meg alul melyik alkalmazás nyíljon meg, tudjuk a kettőt ugye egyszerre használni. Sőt, elérhető egy olyan funkció is, hogy bizonyos alkalmazásokat ablakos nézetbe tudunk váltani. Ezt ugye úgy érjük el, hogyha a saroktól lefele húzok az ujjunkat, akkor az az alkalmazás átvált ablakos nézetbe. Akár minimalizálni is tudjuk, akkor egy ilyen kis ikonos buborék lesz belőle, és akár így három alkalmazást is tudunk egyszerre használni. A Note széria sajátossága természetesen mi más is lehetne, mint az érintő ceruza. A Samsung mérnökei modellről modellre mindig fejlesztenek az S Pen tulajdonságain, a tavalyi legjobb újdonság az volt, hogy ha kikapcsolt kijelzőnél veszük elő az S Pent, akkor egy gyors jegyzetet bármikor tudunk vele készíteni, majd hogyha visszadugjuk a ceruzát, akkor ezt a telefon automatikusan el is menti. Bekapcsolt kijelzőnél, hogyha megnyomjuk az S Pen-en található gombot, akkor hívhatjuk elő a gyors funkciókat. Az akciójegyzet segítségével egy gyors jegyzetet tudunk készíteni, ezt akár kirakhatjuk a kezdő képernyőre, vagy beállíthatunk neki egy időpontot, hogy mikor jelezzen, mikor bukkanjon fel újra ez a jegyzet. A Smart Select segítségével a képernyőnek tetszőleges részt ki tudunk jelölni, majd pedig erről a készülő készít egy képernyőmentést, erre tudunk írni, akár meg is oszthatjuk ismerőseinkkel, vagy a galériába el tudjuk menteni. Ha a képernyőírás funkciót választjuk ki, akkor lényegében egy képernyőmentést kapunk, amelyen szintén tudunk módosításokat végrehajtani, ugye írhatunk rá, majd ezt is tovább küldhetjük, vagy akár ezt is elmenthetjük a galériába. Az S-Note lényegében egy rajzoló program, amelyben különböző tollak közül tudunk választani, ezeknek ugye a színét meg tudjuk változtatni, valamint a méretét, akár szövegeket is tudunk írni bele, és ugye ezt is el tudjuk menteni, meg megosztani másokkal. Továbbá a gyors funkciókhoz be tudunk rakni két alkalmazási kont is, és ezeket bárhonnan, bármikor el tudjuk indítani. Az S Pen nagyon pontos, tökéletesen érzékeli a mozdulatokat, és még több dologra is használható, mint amit az előbb bemutattam, igazán hasznos, tökéletes kiegészítő. A Samsung Galaxy Note 5 egy igazán remek készülék lett, tökéletes választás a fablet kategóriában. A prémium kialakítást és az erős hardware csak pár apró hiba homályosítja be. A Unibody kialakításnak köszönhetően nem cserélhető a 3000 mAh-s akkumulátor, habár közepes használat mellett a két napos üzemidő sem ritka, és mivel a készülék képes a gyors töltésre, így talán nincs is szükség a cserélhető akkumulátorra. A második és talán a legfájóbb pont természetesen a bővíthetőség hiánya. Tavaly azzal magyarázták, hogy visszafogná a telefonok képességeit, de mint tudjuk, idén az S7 családban újra elérhető lett a bővíthetőség lehetősége. Szerencsére a legkisebb modell is 32 GB-os, így azért szűken, de el lehet férni rajta. Utoljára pedig azt sajnálom, hogy hivatalosan nem kapható nálunk a Note 5, így nagyon sokan nem ismerhetik meg ezt a remek készüléket.